12 éve. 12 éve nem volt ilyen. 12 éve nem adtam ki kitet a kezemből. Most mégis két éjszakát valaki másnak a garázsában töltött. Erről jut eszembe. Baromi éhes vagyok. Kilométerre van tőlem, de már nagyon hiányzik, úgyhogy ma felkerekedek és visszaszerzem. Köszönöm. Olyan szakembernél van, aki talán megváltoztatta a külsejét. Kicsit félek is, hogy rá fogok-e ismerni. A buszozás és a vonatozás apropója nem csak az, hogy ellátogassak ebbe a csodaszép városba, Komáromba, hanem azért hagytam itt az autómat, mert itt lakik Tibi. Mondom az uramnak, Tibi. Akit a Total Car bulin ismertem meg, és szakmáját tekintve, illetve szerintem ez a hobbija is, autó szépészeti specialista. Nézzük meg, hogy az enyémmel mit alkotott. Itt a varázsló, róla beszéltem. Szia, Tibi. Ne! Basta! Nem merek hozzányúlni! Ez az én autóm? Jó, nagyon komoly! You cover us in shame and I take the blame. Még a plexit is? De ügyes vagy! School blues, walk ahead. Ez, hát a bokker. Figyelj, most... Kevés olyan munka van, ami azt mondja valaki, hogy ez nem munka. De több is igazán, mert... Mert ez inkább hobbi. Mert... Meg az, hogy ahogyan átadom az autókat, és hogy fel tudják ugrálni az autót, tudod? És hát most ezt én is körülugrálom. Annyira szép az autó, hogy vennem kell új üveget bele, mert full karc az üveg, és baromi ronda a csillogó-villogó autó mellett. Ki akarom hozni, de úgy ülök bele, mintha most használnám először. És itt a műtő, ahol a szépségápolás készült. Azt a mennyi gépé. Örülnék, ha nekem egy ilyen nem lenne. Te sokkal nem adod el fél áron? Azt a ro... Hát figyelj! Azért a darabszám. Azt mondom meg, légy szíves, hogy hogy őrzöm meg ilyen állapotban? Én ezt így akarom tartani, én ezt nem akarom, hogy karcos legyen. Magas csinálású víznyomással nem tud benne kárteni. Igen, a víz nem bántja. Aha. Gondolod, akkor abba a telébe szórni az egész autót, és akkor kicsit várni, hogy az a hab így lefoljon. Lemossa a koszt. Csak tudod, kicsit, hogy megrodjon rajta a hab. Igen. Utána leöblíteni, esetleg a lágyvizet azzal átöblíteni, és akkor nagyon jó minőségű mikroszálassal. Akkor ilyet kéne vennem.
Igen, de vannak olyanok is, tudod, hogy főleg a gyerekek használják a strandtörölközt, tudod, ilyen nagyon vékony. De egy törölköző annyira félek tőle, hogy ez kemény is, összekapcsolódik. De van, van direkt ilyen úgymond szárazoló törölköző. Küldjek róla a linket? Aha. Én tovább nem, tehát én nem tudom, nekem elfogytak a szavak. Hogyha bárki szeretné az autóját Knight Riderré políroztatni, keresse meg Tibit, ő az, aki ilyen profi munkát végez. Tibi, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, szépen. Köszönöm a lehetőséget. Tényleg. Ez csoda lett, komolyan. Mindenképpen. Te leszel a kozmetikus Bonin. Szia! Hello. Köszi!